Megtartották a Magyarok Kenyere 15 millió búza szem program záró ünnepségét Szekszárdon. A 2010-ben indult kezdeményezés keretében Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyarok lakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók, magyar gyermekeket segítő szervezeteknek, határainkon innen és túl. Közel 100 000 magyar gyermek és család mindennapi kenyeréhez járulva ezzel hozzá. Vendég Edit, a NAK Tolna megyei elnöke elmondta, hogy az idei aszályos időjárás nem kedvezett a gazdáknak, de ennek ellenére nagy volt az adakozási kedv, és így közel ugyanannyi termény gyűlt össze, mint a tavalyi évben. 91 gazdálkodó adományozott, és ennek a 91 gazdálkodónak köszönhetően 9,3 tonna búza adomány gyűlt össze. Ami örömteli hír, hogy 3 szervezetet tudunk megajándékozni ebből a mennyiségű lisztből. Mindegyik szervezet 1-1 tonna lisztet fog tudni szétosztani a rászoruló családok részére. Ez a 3 szervezet pedig a Dunamenti Polgári Egyesület, a Gyulaért Alapítvány és a Paksi Karitás csoport. Utóbbi egyesület képviselője úgy nyilatkozott, nekik ez nagyon nagy segítség. Közel 150 rászorulót támogatnak. Az ilyen adományoknak mindig nagyon kell örülni, hiszen a rászoruló embereken való segítség az minden ember számára egy igen nagyon nagy karitatív dolog. Berta Zoltán, a Dunamenti Polgári Egyesület elnöke elmondta, örül, hogy részt vehetnek az adományozásban, hiszen Tolna megyében ők látják el a civil központi tevékenységet is. Széleskörűen van kapcsolatunk a megyei civil szervezetekkel, illetve a közösségépítő munkánk eredményeként rendezvényeink kapcsán nagyon sok emberrel, nagyon sok közösséggel vagyunk kapcsolatban, tehát megfelelő rálátásunk van arra vonatkozóan, hogy hol vannak azok a személyek, hol vannak azok a családok, ahol ez a segítség, az az adomány jól jöhet, nagy segítséget fog jelenteni. Az eseményen részt vett Zsikó Zoltán, a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Tolna megyei nagykövete is. Szimbolikus jelentősége is van ennek a programnak, hiszen a magyar nyelvterületről, a Kárpát-medencéből és a Párciumból jöttek össze ezek az adományok, és ezeket az adományokat, lisztadományokat összeöntjük, és ebből készül a liszt, és tulajdonképpen nagyon szépen szimbolizálja azt az egységet, amelyben mi magyarok és a magyar gazdák gondolkodnak. Az adományozó okleveleket Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, és Horváth István, Tolna megye 1. számú választókerületének országgyűlési képviselője adta át a civil szervezeteknek. Horváth István beszédében köszönetet mondott a gazdáknak, és a megyei összetartozás fontosságát hangsúlyozta ki. A mostani program is egy olyan adományozás, amikor Tolna megyei gazdák ingyenesen felajánlották a termésüknek egy részét, amelyben Tolna megyei malomban búzát töröltek, amiből liszt lett, és a megyében 3 civil szervezet több száz Tolna megyei rászoruló családnak juttatja azt a liszt adományt, amely egy pillanatra is, de az adott családnak, illetve közösségnek az életét egy kicsit ünnepibbé teszi. A program első évében, 2010-ben 10 tonna gabonát tudtak gyűjteni. Ez mára már több mint százszorosára nőtt, így meghaladta az 1000 tonna gabonát.